ezt a nagyapám készítette ezt a magyar címert még a háború előtt. Nagyapja egyik alkotását mutatja a Kéméndi Bartusz Zsolt. Ő már a harmadik generáció a felvidéki családban, aki bronzöntéssel foglalkozik. Zsolt szebbnél szebb dolgokat készít, mint mondja, annak idején nem is volt kérdés, hogy tovább viszi a családi mesterséget. Nagyapám háború után kezdte ezt az egészet. Ő betonöntőt csinált, beton cserepeket, gúgygyűrűket kezdett csinálni. Aztán apám vette át az egészet. Ő saját meg elkezdte a bronz szobrokat csinálni a nagybátyámnak a kérésére, Bartusz Györgynek, úgyhogy ez 91-től volt folyamatban. Az öntöde egykor moziteremként működött, Zsolt nagyapja építette át öntödének. A család sok mindent maga készített el, például ezt a kemencét is. Ez egy égető kemence, a nedves homok itt száradt ki. Muszáj kiszáradni neki, mert a nedvesség végett, a forró nem mehet a nedvesre. Zsolt 2006 óta viszi az öntödét. Egy-egy alkotás elkészítése rendkívül sok időt vesz igénybe, de az alkotó szerint megéri a rengeteg munka, mivel egy-egy szobor sokkal szebben mutat bronzból, mint például gipszből. Minden szobor más, egyedi. Tehát ha kétet csinálunk egy szoborból, két példányt csinálunk, akkor is egyedi, mert ez egy kézműves szakma. Úgyhogy homokban minden formázban. Nem tudunk pontosan ugyanazt lemintázni. Mindig picikét a embernek a kezemunkája mindenhol benne van. Az öntödében találjuk a Bartusz család fiát, Márkot is, aki épp egy magyar címert formáz. Már gyakorlott mozdulatokkal döngöli a szekrénybe a homokot. Ezután jön a minta, majd a következő réteg homok. Márk picikora óta az öntödében sürögforog, így ő is ezt a szakmát választotta. Gyerekkoromban sokat jártam neki játszani, homokozni, és akkor néztem, hogyan csinálják ők, és így megtetszett nekem, aztán gondolom, hogy tovább akarom vinni majd ezt a szakmát, és átadni majd én fiamnak, a gyerekeimnek, és aztán majd így tovább. Ha elkészült a forma, még van vele munka, amiben Zsolt segít Márknak. Hát, ha nincs meg a fél centi, akkor Lukas marad, kilukad. A fél centi az pont legjobb. A fiúk belemerülnek a munkába. A feleség és édesanyja, Viktória tartja szemmel őket az öntödében. Nagyon büszke fiára, aki elődei útjára lépett. Ez egy nagyon jó érzés, ugyanis már ő a negyedik generáció, aki ezt tovább fogja vinni. Mivel hogy ma már nem léteznek középiskolák erre a szakmára, úgyhogy Márk is hát gázvízszerelőként végzett, de pici korától részt vett kint a műhelyben. Ugye ő itt kint homokozott, ő szeretett volna öntésnél is részt venni, de viszont hát azért gyerekként az veszélyesebb. A család szívesen tekint vissza a korábbi művekre, melyeket fényképeken őriznek. Elsősorban magyar témájú szobrokat készítenek felvidékre és az anyaországba egyaránt. Ezek elkészítése mindig megérinti az alkotó lelkét. Jobban érzem magam, hogyha a magyar szobrokat jelentenem, ugye, mert jobb érzést ad nekem. Hogy mert én is magyar vagyok. Zsolt legutóbbi alkotása, negyedik Béla királyunk szobra a pandémia miatt még nem foglalta el állandó helyét. Negyedik Béla szobra, Besztetze bányára készül, hát remélem, hogy idén a helyére is kerül. A Bartusz család több mint fél évszázados tevékenységének tanúi fellelhetők szűkebb hazájukban Kéménden is. Ilyen például a templomkertben található Turul szobor, vagy az iskola falát díszítő Petőfi Sándor dombormű. A család számára a bronzszobrok öntése az, amely leginkább megerősíti őket nemzettudatukban.